Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Egy újabb túra napja, 2016. szeptember 25. vasárnap van. Dél környéke. És gondoltam, mivel az internet előtt csak szenvedtem, jobbra-balra, nem tudtam magammal mit kezdeni, ezért hirtelen felindulásból gondoltam egyet, elindulok. Hát, elindulnék. Nem tudtam merre. Hát gondoltam egyet jobbra vagy balra. Ha, egyik se játszott. Hát mondom, akkor maradok középütt. Az arany középutat keresén bevillant. Nincs is messze tőlünk Magyarország középpontja. Hát miért nem menne a túra oda? Szóval induljunk Magyarország középpontjára. Hát ha egyenesen mennék, ott bugyira mennék, az irányzék az jó is volna, de viszont nekünk a jobbos kell, őrkénynek. Hát menjünk be ezen a strádán, mert az a hosszú egyenes rossz út az nem jó. Szóval őrkénynek vettük az irányt, de először még kumpeszér következik. Kumpeszéren vagyok. Ez egy első és második világháborús emlékmű. Az áldozatoknak nyújt emléket. Hát ez egy nagyon kicsike kis település. Gondoltam megállok érdekességképp. Ez itt jobb oldalra mellettem a községháza. Művelődési ház. És ért rögtön az első meglepetés. Nem is olyan messze vagyok az én városomtól, és gyakorlatilag az első vadidegen ember rám köszönt az utcán, itt ebben a kisváros, kisfaluban, ami meglepő, ugye, mekkora az összetartás ilyen kisfalukban, és hát mint idegent üdvözöltek engem, úgyhogy ennek nagyon megörültem, rendesen jól esett, nagyon jó. Na és hát akkor tartom az irányt, jaj, be Őrkénynek. De előtte még Tatár-Szentgyörgy következik, és majd úgy vesszük az irányt Pusztavacs felé, ugye Magyarország közepe felé. Hát igen, lassan itt az ideje és szüretelünk. És akkor Kumpeszér vége, irány Tatár-Szentgyörgy. Gyakorlatilag mindenütt ezzel a táblával találkozok, ugye hát Nemzeti Park, Natura 2000, és itt hát frankon ki szimbolizálják, hogy mit nem szabad csinálni egy nemzeti parkban. Hát gyakorlatilag ugye ott van legalul, hogy nem szabad szemetet eldobni, az odáig oké. Motorozni szintén nem szabad, hát jó, az is oké, itt nem is lehetne gyakorlatilag, olyan a táj.
Virágot szedni szintén nem szabad, ugye az a motor alatt van, hát nem is nagyon tudna az ember, mert gyakorlatilag csak ez a, nem tudom mi van, ez a pongyalapitypang, ami már fújós verziókában van. Meg hát ott van a lepkét nem szabad kergetni, fogni, hát mondjuk az oké, hogy lepke van kettő, tehát ez tök jó. Hát boldog vagyok, lepkét lehet velem fogatni, jaj de jó. Na szóval, mindenütt nemzeti park. Hát gyakorlatilag azon megyek keresztül, hogy ne is csodálkozzak rajta. Bebotorkáltam itt a sűrű susnyásba. Valami eszméletlen rossz ez az út. Kumpeszér és Ladány benne között. Valami cefet szar. Hát a fele gyakorlatilag majdnem hiányzik is. Ajjajjajjaj, vannak bajok. Hát ez az illető is. Kellőképp unhatja magát így vasárnap délután. Én is. Ezért vitajozok. Inkább vitajozok, mint ott, hogy röpködjek. Á, biztos, hogy szép a kilátás, de hát én nekem ott fent biztos lenne. Nagy félelmem. Elméleti síkon. Ha régen jók voltak az infóim, akkor még lehet most is itt lakik Pataki Attila. Ha itt lakik, fogalmam nincs. Azt mondták régen, hogy itt lakik. Na se baj. Irány Tatár-Szentgyörgy. Ez egy nagyon hangulatos kis pihenőhely, kajálóhely. Ajánlom mindenkinek, aki erre jár Tatár-Szentgyörgy határában. Én múltkor ettem itt egy jót, kajáltam. Nyugodt kis környezet. Ott meg fent valami emlékhely lehet. Olyan síri csend van itt, hogy az olyan hihetetlen. A madár se jár erre. Emlékszem gyerekkoromban, még édesanyámékkal a lakótelepen laktunk, Hunszent Miklóson, mi a harmadikon laktunk, és emlékszem, amikor gyerekkoromban repültek a helikopterek, repülők, az mind ide repült, és így gyakorlatoztak. Ez közvetlen, itt van tőlünk nem messze, olyan 30 km körül lehet, és folyamatosan röpködtek, emlékszem, hogy be voltam tőlük úgy tojva, mint az állat. Lebombáznak meg egyebek. Hihetetlen. Egy kis katonai mementó. Innen tartották, gondolom, szemmel a területet. Ez egy katonai hadszíntér volt valaha, már ilyen gyakorlóterep, és azt tartották onnan szemmel, gondolom. És akkor itt van Őrkény István, nem igaz, csak Őrkény. Ahogy beérünk a településre, már temető. Ó, anyám. Viszont díszes bejárata van neki. Templom torainál látszik. Na és akkor itt vagyok az 5-ös számú főút kereszteződésében. Mi nekünk az egyenes kell, és most piros van. Már nem fogom látni, hogy mikor kell elindulnom. Csak sejteni fogom. Ugyanis most nem jön senki. Igaz, hogy van kamera, meg minden. Ezért hátrébb tolatok. És akkor majd megnézzük, hogy mikor lehet menni. Szóval, nekünk az egyenes kell Dán-Szent Miklós felé. Na.
balra látható az Euroring. Kicsit kinyitom a kamerát, és majd jobban lehet látni. Tartunk egyenes Dán-Szent Miklós Albert Tirsa felé. Ideje volt inni egyet, már régóta nem ittam. És ismételten csak itt vagyok az M5-ös fölött. Mint amikor a Kecskemét túrámra mentem. Na, csak most egy kicsit lejjebb, Pest irányába vagyok. Ugye mutatja ott a tábla is, hogy Kecskemét arra. Hát ugye az visszafordul. Tehát értelemszerűen erre jobbra van Kecskemét. Én pedig tartok arra egyenesen, ott a lejtőnek. Megyünk Dán-Szent Miklós irányába. Az első tábla, ami jelzi, merre van Pusztavacs. Amit furcsálok, mert már jó régóta jövök. Még nem volt egy helyen se kiírva, pedig hát basszus, Magyarország közepe elvileg. Na mindegy, egy kis gurulás. Nem egy olyan eszeveszett. 1-2%-os lehet csak. Azért a 28-ba bele tudtunk gyorsulni. Emelkedési szög az szinte elenyésző. Bár úgyse adja vissza a kamera. Szóval, Albert Hirsch a Pusztavacs, az irányzék. Na, akkor nekem balra kell fordulnom. És akkor irány Pusztavacs irányába. Itt se jártam még életemben sem. Na hát akkor itt vagyunk Pusztavacson. Most pedig megkeressük Magyarország földrajzi középpontját. Ami egyelőre még sehol nincs kiírva, hogy merre van. De majd kutatunk egy kicsit. Na hát akkor itt lennék egy zarándok parkban. Ez itt pedig előttem egy Árpád-kori templom rom. És itt vannak a 48-as szabadságharc. Fából faragott. Nagy ikonjai. Hát jó körbe van kerítve a terület, mármint a templom rom maga. Gondozni gondozzák, de elég nagy a fű. Biciklivel is elég volt rá följönni. Gondolom ez lehet a falucska központja is. Van egy emelvény, egy színpadszerű emelvény. Szóval ez egy Árpád-kori templom. Anno nagyon, nagyon régen Kecskemétnek adta át a adták át birka legeltetésre nagyon-nagyon régen. És hát itt akkor pusztult le ez a templom is valószínű, az Árpád-kori gótikus templom. Na szóval, irány tovább Magyarország középpontja felé. Már gyakorlatilag eltéveszteni nem tudtam volna. Óriási betűkkel kiírva, hogy merre van a közepe. Hát jó van, akkor nézzük, merre van a közepe. Hát akkor megérkeztünk volna. Jó kis füves út vezet ide.
Magyarország középpontjához. Jaj. Na hát akkor földrajzi középpontja Magyarországnak teljesítve. Jaj. Azt hittem soha nem érek ide. Borzasztóan el is van dugva, fákkal teli. Azt hittem nem találok ide. Mondom, ennyire béna nem lehetek. Zöld turista jelzés. Most ez a konkrét messzéspontja, vagy nem, azt nem tudom. Fogalmam nincs, de szerintem ő lesz az. Valószínű. 1982. Hát érdekes egy épület, vagy mi ez. Hát a feliratokról nem beszélnék, azt hagyjuk. Kultúrbarbárok összefirkálták. Hát, olyan, mintha egy elfeledett tájékon lennék, vagy én nem is tudom. Ilyen kihalt itt minden. Minden esetre én most bepuszilok egy csokit, mert megéheztem. És az energia kell. Kb. 42 kilométert tettem meg eddig. És akkor még innen haza is kell menni. Na, búcsút veszünk Magyarország közepétől. Elindulunk hazafelé. Eddig 42 kilométert mentem. Ah, Swift! Nem árt egy kis kukkolás, nem igaz? Megnéztük az Euroringen az autókat, hogy száguldoznak föl alá. Én meg száguldozok hazafelé időhiányában. Jó nagy itt a forgalom. Szóval mindjárt beérek egy olyan részre, itt az erdőben, amiről gyakorlatilag süt, hogy itt körbe bombázták valamikor a gyakorlatozó katonák. Itt lehet is majd látni. Mintha felperzselték volna az erdőt itt. Tehát látszik, hogy törtek itt az ágak, meg minden. Nagy golyózápor kellős közepette, gondolom én. De félelmetes érzés itt átmenni.
Olyan, mintha nem is ezen a bolygón lennék. Főleg, hogy ilyen szűrt fénnyel világít a nap. Marha érdekes. Itt is lehet látni, hogy ez egybe ki van dőlve minden. És persze ezek a fák nem is élnek már, csak tükrözik a múltat. Hogy itt volt bizony egy kis történés, egy kis lövöldözés. Hihetetlen. Igaziból már az utam az hazafelé tart. Gyakorlatilag olyan 60 km körül járok most a tekerésben. Hát még van egy olyan 20-21 km környékén, ami hátra van. Igaziból ugyanabban az irányban megyek már vissza, mint amerre jöttem, úgyhogy sok érdekesség nincs, amiért érdemes bejelentkeznem. A videó végén majd ki fogom írni az adatokat, hogy mi mennyi volt. Persze szinteket nem kell várni, mert hegyet nem másztam, síkvidéken karikáztam most. Ugye ez ilyen hirtelen felindulásból volt ez az egész túra. Nem tudtam magammal mit kezdeni. Lepattantam hát a nyerekbe. És gondoltam egyet megnézem pusztavacsot. Hát még soha nem voltam életemben. Hát valószínűleg többször se leszek, de azért egy túrát megért. Igaziból az ott tartózkodásom alatt kettő motoros volt, meg egy házas pár, aki kilátogatott. Szóval én már visszavegyek, vagy tartok visszafelé Kuszamiklóson, most Tatár-Szentgyörgyön vagyok. Úgyhogy én megköszöntöm a figyelmet, találkozunk egy következő túra videóban. Sziasztok!